Sziasztok! Gondoltam, csinálok ezekről a gyönyörűséges nyári hagymásokról, azaz a liliumokról egy videót. Különböző fajtálú liliumok léteznek, több fajta csoportba sorolhatjuk őket, majd ezeket is el fogom mondani, de bevezetésként a legkorábban nyíló liliumomat mutatom. Illetve itt van ez a gyönyörű narancssárga. A liliumokat ki kellett, hogy kötözzem, látszik, hogy milyen magasak, cserébe vannak ültetve itt a homoktalajon, tehát nem homoktalajban, hanem cserébe tudom őket ültetni. Például rengeteg virágszárral eddig érek föl, ott a kezem magassága. Rengeteg virág lesz majd, elhúzódik a virágzás, ha nincsen túl meleg, akkor sokáig elhúzódik a liliumok virágzása. Szeretik a liliumok a megfelelő mennyiségű csapadékot, most a hétvégén 40 mm csapadék volt, úgyhogy ennek ők egy kicsit örülnek, de lehet, hogy sok nekik. Éppen ezért, hogy a cserepek raklapon vannak, egy-egy cserébe 6-7 darab magas lilium van, de van olyan, amelyikben több, mert már szaporodott, úgyhogy így nőnek szépen a liliumok. Ezek jelen pillanatban a nyíló liliumok. Gondoltam, bemutatom őket, és csinálok róluk csak a liliumokról egy videót, amiben a teljes évad liliumjait megmutatom. Elindultak, ismét virágoznak a liliumok, gyönyörű szépen elindult az a sárga is, ez a fehér, ami múltkor nem volt kivírva, ezek még váratnak magukra, de a héten meg lesznek ezek is. A másik helyen is van még nyíló lilium, a király lilium nagy része ismét virágzik. Nézzük meg ezt a sárgát közelebbről, gyönyörű szép. Trombita lilium. Még egy lilium, ami elkezdett nyílni. Úgyhogy vannak bőven liliumok, ezeket is meg kell kötözni, mert ki fognak dőlni, rendelnem kell pálcát hozzájuk. Kinyílt a következő lilium. Gyönyörű szép rózsaszín, sárga torokkal. Nagyméretű virággal, sok virágot fog hajtani. Gyönyörű lesz ez is, mint ahogy a többiek. Sajnos az illatot nem adja vissza a videó, de egyre jobban, egyre több példány nyílik,
gyönyörűbbnél gyönyörűbb liliumok. Sajnos a meleg nem tesz jót a maradásuknak, a virágok megmaradásának, a virágok élettartamának a nagy meleg nem tesz jót. A bundás bogarak is kedvelik a liliumok nyílását. Gyönyörű szépek. Minden egyes fáradozást megérnek. Én úgy gondolom, csak nagyon-nagyon gyorsan elvirítanak. Mint ahogy már láthatjuk, hogy az már kezd is elvirítani. Gyönyörűségesek. Különböző méretű virágokkal, különböző formájú virágokkal, különböző színű virágokkal pompáznak a kertben, de ültethetjük a liliumokat cserében is. A virágzási idő a különböző fajtákkal igencsak elhúzható, ugye éppen van egy bimbó, egy teljesen virágzó, illetve van egy bimbós példány, ez a másik is bimbós példány. Nagy faliliumok ezek, az első év második évben nem nőnek túl magasra, itt a tökötött talajom lassabban nőnek, mint a nekem a nagy 50 centis cserepekben. 50 centis cserepekben 5-6 növényt ültettem. Különböző növények vannak, különböző színűek, különböző levelűek, különböző virágformájúak.